lava lamp. Jó napot kívánok, ez a Heti TV Pirkada című műsora, és vendégem Égedházi Attila, a zenekarvezető, gitáros, a Dzsabe együttesnek a vezetője. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Új formáció, majdnem új formáció, új gitáros, ugye, ha jól tudom? Igen, hát tulajdonképpen a Dzsabe zenekarra jellemző, hogy szívesen dolgozunk vendégekkel, és tavaly elindult egy együttműködés az amerikai Kieli Minuccival, aki a világhírű Special Effects-nek a gitárosa. Érdekes volt a kapcsolat, mert milyen laza levelező kapcsolatban voltunk, ilyen nem túl mély baráti viszonyban, és amikor láttam, hogy a tavalyi lemeze magánkiadásban jelent meg, akkor felvetettem neki, hogy én szívesen megjelentetném vinil formátumban. És akkor így elindult egy együttműködés, amiből aztán tavaly már egy közös zenélés is volt a Budapest Jazz Clubban, amikor megjelent ez a bizonyos Special Effects 2020. Ez még album. Nem Dzsabe lemez. Ez nem Dzsabe lemez, ezt neki adtuk ki. Viszont akkor ő felvetette, hogy mi lenne, hogyha zenélnénk, és ez nagyon jól sikerült, ebből láttunk egy kis részletet az előbb. És akkor felmerült annak a lehetőség, hogy együtt turnézzunk, és így most idén májusban, május végén lesz egy magyarországi turné, 5 várost is érintünk majd. Igen, el is mondom, 23-án már, május 23-án a Budapest Jazz Clubban, aztán Miskolcon, 24-én, 25-én a Debreceni Egyetem Lisztermében, 27-én Veszprémben, a Hangvillában, és 28-án pedig Szegeden, ez az I-ház valószínűleg az ifjúsági házat jelent, hogyha, ha jól sejtem. Igen, de hát a szegedieknek ez I-ház, úgyhogy igen, mindenki igen, tudja, igen, hogy igen, miről Mi lett a régi másik gitárossal, a világsztárral? Egy kis provokatív kérdés. Megvan Steve Hackett is. Ő mondjuk nagyon-nagyon elfoglalt, uh-huh. Tehát a most is egy olyan turnén van, ami elindult március elején, és tart egészen júliusig. Egy pár nap szünet lesz. Uh-huh. Vele emiatt, hogy viszonylag időben kevesebbet tudunk dolgozni, de nagyon jó az együttműködés. Zeneileg egyre izgalmasabb dolgokat csinálunk. Például most januárban voltunk együtt Norvégiában, az északi sarkkör felett Budő nevű városban, egy fesztiválon, ahol 3 napra kibérelték nekünk azt a csarnokot, ahol felléptünk, és volt időnk
közösen felvételeket készíteni. Aha. Annak idején elmentünk Szardíniára, és ott improvizálgattunk, abból is lett egy lemez. Az egy másik éghajlat. Az egy másik éghajlat, egy korábbi időszak. Most viszont már készül ez a bizonyos Arctic Jam album, úgyhogy vele is dolgozunk. Ez már olyan, mint egy hosszú házasság. Igen, igen, hát hogyha azt vesszük, hogy ő 7 évig volt a Genesisben, velünk pedig már 22 éve dolgozik. Igen, mert a Jabbe meg 30 éves lassan. Vagy igen, jövőre lesz a 30 éves jubileum. Hát majd azt valami különleges show-val fogjuk majd megünnepelni. Van már ötlet? Van ötlet, de még nincs kidolgozva. Még igen, az annyit talán elárulhatok, hogy ideig az volt a jellemző, hogy úgy mindig végigvettük a zenekar történetét, meghívtuk a régi tagokat. Most inkább valami újba gondolkozom, tehát valami új és ütős produkcióba, tehát előre. Azt tudjuk, hogy a Jabbe az egyik legjobban menedzselt magyar zenekar, hál' Istennek, személyednek. És az is fontos dolog a zenekar életében, hogy nagyon ritkán vannak tagcserék, hanem sokáig egy és igen, ugyanazokkal a zenészekkel dolgozol. Most akik vannak, azok már jó pár éve, ugye? Igen. 4 vagy 5, ha jól. Igen, tulajdonképpen aki így legrégebben velem dolgozik, ugye Barabás Tamás. Aki... Ez a sorstársad, azt hiszem. Sorstársam, ő már alapító tag. Nem volt alapítótag, de már az első lemezen is játszott, és gyakorlatilag, amikor az első lemez elkészült, és úgy éreztük, hogy ez jól sikerült, akkor eldöntöttük, hogy ebből csinálunk egy koncertformációt. Ez akkor Sipos András ütős énekes barátommal történt, akit sajnos elvesztettünk 2007-ben. Viszont Tamás 98 óta a zenekar állandó tagja, és hát ő nem csak zenekari tag, hanem gyakorlatilag a számok nagy részét írja, kiváló hangmérnök. Úgyhogy ő tulajdonképpen egy kicsit ezt a szakmai munkát is, annak az irányítását átvette tőlem, és szerintem nagyon jól csinálja, mellett zseniális basszusgitáros. Mellett elég régen tagja a zenekarnak Kossuth-ás Áron, ugye kiváló trombitásunk. 2008-ban már játszott velünk, és 2016-tól pedig folyamatosan ő lett a Kovács Öcsi utódja. Hát nem kell, azt hiszem, sokat beszélnem Kaszás Petiről, aki kiváló dobos és nagyszerű énekes. És énekel is. Igen, hát... Nálad is énekel a Jabbe-ben is? Bizony, először ugye, amikor bekerült a zenekarban, még nem voltak dalok. Inkább csak ilyen vokálok voltak, viszont szöveg nélkül, viszont most már kifejezetten szoktunk írni dalokat. És például ez a lemez is, amit itt hoztam, ez tavaly jelent meg, itt egy Genesis dalt énekel, Phil Collins és Peter Gabriel nyomdokaiban, és hát a kritikák szerint is, meg szerintem is méltó utódja ennek a két nagyszerű énekesnek ebben a felvételen, amiben Steve Hackett is közreműködik. És hát ne felejtsük el, hogy viszonylag van azért egy új tagunk, hogyha már ugye szóba esett, hogy viszonylag ritkán van csere, Nagy Jánost 2022 őszén váltott a Bubenyák Zoltán. Jó nevek. Igen, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen erős zenekarunk van, és kiváló zenészek, akik egyébként remek emberek is. Igen, épp itt előtted volt egy másik gitáros kollégád, a Gyafi, és vele beszélgettük, hogy mennyire fontos a barátság egy ilyen hosszú távú együttműködés során. Mit gondolsz erről? Hát anélkül nehéz lenne egybe tartani így egy produkciót, tehát... Vagy legalábbis a jó viszony, vagy... Ha igen, én azt hiszem, hogy ez a dolog nem működne úgy, hogyha mindenki külön kocsival menne, csak a színpadon találkoznánk, tehát hogy mi szeretünk együtt lenni, és ezek a közös élmények inspirálják a zenekari tagokat arra, hogy kitartsanak. Jaj. Tehát azért... Nem egy popprodukcióról van szó, ami ugye számolatlanul lontja a koncerteket és jó bevételeket generál. Ez mégiscsak egy jazz produkció, még akkor is, hogyha néha egy kicsit ugye a Steve Hackett kapcsán ugye az igényesebb rock világba átlépegetünk, ahol egy kicsit nagyobb a közönség. De alapvetően itt azért szükség van arra, hogy ezt aki ebben benne van, ezt szeresse és örömmel csinálja. Amellett igyekszünk azért úgy alakítani a dolgokat, hogy azért mindenkinek ez
a anyagi szempontból is jól legyen. Azt is tudjuk mindnyájan, hogy ez egy nemzetközileg elismert zenekar. Milyen külföldi terveitek vannak, koncertek a jövőben? Ezen a nyáron lesz ismét a Steve-vel koncertünk, és ennek egy koncert sorozatunk pontosabban, ennek kapcsán lesznek külföldi fellépések, például Szlovákiában, Ausztriában. Kaptunk meghívást ismét Romániába, nem Erdélybe, hanem a Ploiești Jazz Fesztiválra, és folyamatosan szervezzük a különböző lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy az a 44 ország, ami idáig úgy mögöttünk van, az rövidesen bővülni fog. Éppen most tárgyalunk a Jakarta Jazz Fesztivál, a Jak Jazz-zel Indonéziából. Ott például még nem voltunk. Tehát azzal fel tudunk lépni a 45. fokra. Oda el kell menni feltétlenül. Gratulálok az egész munkásságodhoz, és köszönöm, hogy jöttél, de azért még mondjuk el, hogy a Kieli Minuccival a Jabber koncertsorozat, az május 23-án indul a Budapest Jazz Clubban, ha jól tudom. Igen, 23-án a Budapest Jazz Clubban, 24-én Miskolcon az Adi Műfházban lépünk fel, 25-én visszatérünk egy kedves debreceni helyszínünkre, a Debreceni Egyetem Liszt termében, egy kiváló koncertterem. Veszprémben a Hangvillában játszunk, Szegeden pedig az IH-ban, ifjúsági házban fogunk fellépni, az 28-án lesz, a Veszprém pedig ugye 27-én. És egyébként én remélem, hogy ha már kérdezted a külföldi terveket, hogy jövő nyáron vissza tudunk térni az Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába is, és hát nekem itt már így benne van a terveim között, hogy ez nem csak Jabbe lesz, hanem a Kieli Minuccival közösen. Aha. Úgyhogy ez talán majd segít abban is, hogy egy kicsit ezt a turnét, ami általában az USA-t illetően 1-2 hét szokott lenni, talán egy picit majd kinyújtsuk egy kicsit több helyszínre. A Jabbe vezetője és gitárosa Égerházi Attila volt a vendégem, és aki a Jabbe-ről és ő róla még többet meg akar tudni, az a YouTube-on megtalálja a vele készült Heti Jazz 245 perces műsort. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és sok-sok sikert kívánok neked is, és a zenekarodnak is. Köszönöm szépen!